városi megemlékezés. Színvonalas műsorral, ünnepi beszédekkel, énekkel, verssel tisztelektek Baján az aradi vértanúk emléke előtt. A fiatalokat támogatják. Már lehet jelentkezni az idei Bursa Hungarika pályázatra. November 7-éig adhatják be papírjaikat a diákok. Balesetek, tragédiák. Rosszul indult az ősz Bács-Kiskun megyében, egymást érték a súlyos karambolok az utakon. Köszöntöm kedves nézőinket, pénteki híradónkkal jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeztek csütörtökön Baján. A kormány 2001. november 24-én nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Az aradi hősök tiszteletére tartott ünnepségen a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium diákjai is részt vettek, akik a 3. Béla Gimnázium testvériskolájaként a héten Baján vendégeskednek. Úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Rendületlenül. Ezt a címet kapta Orbán György és Komjáti Attila műsora. A verses zenés összeállítással a művészek az 1848-49-es időszak hangulatát idézték meg. A szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. Október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A kegyelemként Golyó általi halálra ítélt Kist, Svejdelt, Dezsőfit és Lázárt hajnalban lőtték agyon a vár északi sáncában. A többi elítéltet ezt követően a vártól délre összetákolt bitófákra akasztották fel. Elrettentésül a holttesteket estig lógni hagyták, de ezzel éppen az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés helyét sokan keresték fel tiszteletük jeléül. Leiningen Westerburg gróf a német főnemes őreit megvesztegetve elérte, hogy a kivégzéskor magyar honvéd tábornoki egyenruháját viselhesse. Nagy Sándor József bátor, fegyelmezetten engedelmeskedő jó katona és függetlenül gondolkodó republikánus Pöltenberg felesküszik a magyar alkotmányra is, mivel korrekt, becsületes ember, fenntartása és a magyar tisztek gyanakvása miatt elszenvedett sérelmei ellenére a szabadságharc ügyéhez haláláig hű marad. Esküjét nem hajlandó megszegni, sőt azonosul a szabadságharc céljaival, ő, aki magyarul csak káromkodni tud. Így határozza meg érzéseit, csak a nyelvem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog. Kálmán Attila, a Marosvásárhelyi Líceum tanára beszédében a 13 személyiségét, katonai pályafutását és hősies magatartását idézte föl. Elmondta, a 13 vértanú közül a többség nem is beszélte a magyar nyelvet, mégis a szabadságharcot sajátjuknak tekintették. Az ünnepség végén a város vezetése, a politikai pártok képviselői és a helyi civil szervezetek az emlékezés virágait helyezték el az aradi vértanúk emlékművénél, és koszorú került Mészáros Lázár egykori szülőházának emléktáblájára is. Egy hónapjuk van a hallgatóknak a Bursa Hungarika ösztöndíj megpályázására. A szociális alapú juttatást 2,5 évre ítélik meg a felsőoktatásban tanulóknak és az érettségi előtt álló diákoknak. Azok a végzős középiskolások, akik a bajai főiskolára jelentkeznek, a felvételi után pályázhatnak az Eötvös József felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Ez a támogatás viszont nem adható egy időben a Bursa Hungarikával. Aki nem sikerült összekötni, az megpróbálkozhat a láthatóságban is. A hét utolsó gyakorlatán ülnek a bajai hallgatók. Nem mindegy, hogyan teljesítenek az órákon, hiszen jegyeik határozzák meg a tanulmányi ösztöndíj mértékét, amit a féléves eredmények átlagából számolnak ki. Szakonként az egyes évfolyamok tanulóinak fele kaphat teljesítménye alapján támogatást, ami automatikusan jár. A főiskolai tudományos és közéleti, valamint a köztársasági ösztöndíjra viszont külön pályázni kell. Utóbbinak komoly feltételei vannak. Egy vagy két hallgató kapja csak meg. Ennek követelményei közt az szerepel, hogy a 2,5 év alatt minimum 55 kreditet kell szerezni az adott hallgatónak, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményekkel kell rendeznie, valamint a főiskolánkat képviselnie kell mindenféle konferenciákon, ahol nyilván elő is kell adnia
illetve aktívan a főiskolai hallgatói életben részt venni. Az Eötvös József Főiskolán a szociális ösztöndíjakból több fajtára is jelentkezhetnek a hallgatók. A rendszeres szocztán mellett igényelhető rendkívüli juttatás, valamint a gólyák egy egyszeri alaptámogatásra pályázhatnak. Most első évesek, most kezdték a felsőoktatást, ők az első fél évben nem kapnak. Csak a másik fél évben következő első. A Bajai Polgármesteri Hivatal ügyintézője a Burza Hungarika ösztöndíj kifizetését magyarázza. A szociális alapú támogatást két fél évre lehet elnyerni, az összeg pedig három forrásból, a települési és a megyei önkormányzattól, valamint a felsőoktatási intézménytől kapja a hallgató. Internetes regisztrációra van szükség, amit a EPER Bursa rendszerben kell megtenni. Ott kell kitölteni egy adatlapot, és a pályázati felhívás tartalmazza a kötelező mellékleteket. Jövedelemigazolás, van három nyilatkozat, amit ki kell tölteniük a hallgatóknak, és a jelentkezőknek. Személyigazolvány, lakcímkártya, fénymásolat. A Burza Hungarika támogatásra november 8-áig lehet jelentkezni, az eredményről pedig várhatóan december elején kapnak értesítést a pályázók. A Bajai Főiskolán október 13-án csütörtökön nyílt napot tartanak, ahol az ösztöndíjakról is részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételizők. A korábbi évekhez képest az idén változott a városban a zöld hulladék elszállítása. A biológiailag lebomló hulladékot a díjmentesen biztosított vagy egyéb zsákban, illetve kötekbe kötve az ingatlanok elé kell kihelyezni a gyűjtési napokon reggel 7 óráig. Az elszállítási rendről Perlaki Ferenc városüzemeltetési referens számolt be híradónknak. Már május hónaptól kezdődően a Felsőbácska minden hónapban egyszer egy zöld járatot indít és összeszedik a zöld hulladékot. Ennek kapcsán minden háztartásba, minden postaládába eljuttattunk egy tájékoztatót, illetve háztartásonként két-két darab lomzsák is kijuttatásra került. A tájékoztatóból kiderül, hogy a hónapnak melyik napján szállítják el az adott utcából a zöld hulladékot. Ebben a hónapban a jövő héten hétfőn fog kezdődni a zöld hulladék szállítás. A tájékoztató szerint a piros színnel jelzett utcákból fogják a hétfő napon elvinni, és a színeknek megfelelően a következő napokon, tehát kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken. Egészen áprilisig megkapták a lakók a menetrendet, tehát mindenki gyakorlatilag betájolhatja már magát a jövő évre vonatkozóan is. A kérésünk az, hogy a hulladékszállítás napján helyezzék csak ki a zöld hulladékot, és értelemszerűen az a lomphulladék is beleértendő most ebbe. Idén immáron az egymást követő 5. évben mehetnek opera előadásra a bajaiak. A korábbi ismert és kedvelt darabokat az idén egy újabb klasszikus produkció követi, Verdi Traviata című művét nézhetik meg a műfaj kedvelői október 14-én és 15-én a Városi Színház teremben. Az énekesek szeptember végén kezdték meg a próbákat. Hogy helyezd el az énekes a virágot az asztalon? Hogy üljön le a főszereplő a korabeli kosztümben? Az ének mellett ezeket az apró, de fontos részleteket is begyakorolják a szereplők a héten. Az idén a jelmezeket a Magyar Állami Operaház kölcsönözte a darabhoz, csak úgy, mint a korhű díszleteket, amelyek már a helyükre is kerültek a színpadon. A darab rendezője már 4. éve Romvári Gergely. Egy rendkívül sok rétegű és nagyon izgalmas szövetű dráma igazából, és bármennyire létezhet ebből nagyon nagy színpadi, meg nagy kórusos, meg nagy zenekaros dolog, de igazából mindig is egy nagyon intim dolog, úgyhogy ebből a szempontból most különösen speciális álmodást nem igényeltek a bajai körülmények. A produkció művészeti vezetője Szécsi Máté, aki egyben Dr. Grenville-t alakítja majd. Nagy öröm, hogy egy olyan darabot tudnak bemutatni, ami tematikájában és sok másban is eltér az előzőektől. Verdi, aki klasszikusan mindig a legnagyobb kiállítású szerzők közé tartozik, ezzel a művével, amit így írt meg, ide befér, és így Verdit is elhozhattuk Bajára, ráadásul az 5. születésnapra. Violettát játssza Krista Kinga, akit korábbról már ismerhetnek a bajaiak. A párja, az Alfredot alakító Kóbor Tamás viszont most mutatkozik be először a városban. Nyugodtak a körülmények, jól haladunk a jelenetekkel, nyugodtan vissza tudunk ismételni.
Jól. Igen, bárcsak mindig ilyen lenne. Nagyon jól haladunk, nagy az összhang, nagyon jól próbálunk, nagyon jól érezzük magunkat. A Varázshuvalában és a Sevillai Borbéban is játszott Donkó Imre, aki most az öreg Zsermontot alakítja. Most már, hogy tényleg itt vagyunk a próba folyamat közepén, hogy így mondhatom, abszolút jól érzem magam ebben a szerepben. Persze az életkorom még nincs meg hozzá, mint amit annak idén Verdi mester megírt ennek a szerepnek. Az idén a budapesti MÁV szimfonikus zenekart kérték fel a produkcióhoz, amelynek élén ismét Kocsár Balázs, a Magyar Állami Operaház fő zeneigazgatója áll majd. A zenészekkel közösen jövő héten gyakorolnak majd a szereplők. Fekete napokat élnek a Bács-Kiskun megyei rendőrök. Az elmúlt hetekben egymást érték a közlekedési balesetek, melyek közül jó néhány végződött tragédiával. Baja környéke sem kivétel ez alól, de a megye több más pontján is riasztották a helyszínelőket. Stábunk megpróbált utána járni az okoknak, ezzel folytatjuk nem sokára. Baba Hordozó Klub alakult Baján. A frissen útjára indított csoportban hordozókkal és kendőkkel ismerkedhettek a szülők az első foglalkozás során. Amíg a felnőttek az eszközöket tanulmányozták, addig a gyerekek egymással és a teremben előkészített játékokkal barátkoztak. Babák gügyögésétől volt hangos a Tóth Kálmán utcai Baba Hordozó Klub. A csoport péntek délelőtt tartotta első foglalkozását. Juhász Viktória, a szervezet megálmodója elmondta, régóta szerettek volna egy hasonló csoportot alapítani. És mikor megszületett a kisfiam, nagyon szerettem volna hordozni, és mindenhol azt a tanácsot kaptam, hogy próbáljunk klubba többféle eszközt. Most nekünk is korlátolt a mozgásterünk, viszonylag nincs arra lehetőségünk, meg itt a környéken nagyon sok anyukának, hogy például Budapestre vagy Kecskemétre felutazzanak klubba, mert legközelebb ott vannak a környéken ilyen klubok. A hordozókendők valójában nem új keletű dolgok. Az úgynevezett kenguru módszert évek óta alkalmazzák az édesanyák, hiszen több előnyös tulajdonsága is van. Ezek a hordozók biztonságban tudhatja az anyuka magán a babáját, aki ezáltal testközelséget élvezhet, illetve az anyukának ez nagy szabadságot jelent, mert mind a két keze szabad, tehát például, hogyha van egy nagyobb testvér, akit el kell látni, akkor az anyukának sokkal könnyebb így boldogulnia a mindennapokba, megkönnyítik az utazást például. A foglalkozáson a szakértők bemutatták a különböző kendőket és hordozókat, illetve azok szakszerű alkalmazását is ismertették a résztvevő szülőkkel. Kovács Szalai Nikolett elmondta, az eszközök az úgynevezett kötődő nevelést is elősegítik. Hozzátette, a szülők sok esetben tapasztalják, hogy a hordozóban lévő gyerekek nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban viselkednek. A tanácsadó felhívta a figyelmet, hogy a kendő hastámasztó funkcióval is rendelkezik, így a még várandós anyukák is alkalmazhatják. Nyilván próbálgatásra, mert hát azért ezeket a hordozókat nem annyira egyszerű megkötni, vagy tehát kell hozzá némi gyakorlat, és akkor próbálgattuk már otthon a férjemmel együtt. A Baja és környéke hordozós klub minden páratlan hét péntekén tart foglalkozásokat. A szervezők elmondták, a hordozási tanácsadás mellett a jövőben szeretnének baba elsősegéllyel és szoptatással kapcsolatos előadásokat is tartani. Visszakerülni a munkaerőpiacra. Ebben segít a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási paktuma a hátrányos helyzetűeknek. Baján csütörtökön tartottak erről megbeszélést a Szeretetszolgálat helyi és regionális munkatársai, az önkormányzat, valamint különféle karitatív és civil szervezetek képviselőivel. A Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja is csatlakozott 2016. július 1-én az Együttműködés a helyben foglalkoztatásért kezdeményezéshez. Ennek lényege, hogy a hátrányos helyzetű munkanélkülieket felkeressék és segítséget nyújtsanak nekik az elhelyezkedésben. A célcsoportunk elsődlegesen a hátrányos helyzetű személyek, illetve az inaktívak. A hátrányos helyzetű személyek közé tartoznak, akik alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alattiak vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok, ide tartoznak még a gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők, illetve azok a személyek felnőttek, akik egyedül legalább egy gyermeket egyedül nevelnek. De ide sorolhatók a megváltozott munkaképességűek és a roma nemzetiségbe tartozók is. A legfontosabb, hogy ők regisztráljanak a munkaügyi központban, hiszen csak így kapcsolódhatnak be a programba, tette hozzá a bajai csoport vezetője.
A másik oldalt tekintve pedig feltérképezik Bács-Kiskun megyében azt, hogy a munkáltatóknak milyen munkaerőre lenne leginkább szükségük, hogy találkozzon a kereslet és a kínálat, mondta el a Dél-Alföldi régió ügyvezetője Rikóné Kis Éva. Rendkívül újszerű, azt próbálja összehangolni, hogy a jelentkező keresletet össze tudja hangolni a kínálattal, a keresletet is próbálja egy valamilyen módon támogatni és segíteni, illetve egy picit formázni ehhez, hogy tényleg többen találjanak munkát, és a munkavállalókat pedig fölkészíteni, hogy valóban a vállalkozásoknak a hasznára legyenek. A megbeszélésen az önkormányzat és karitatív szervezetek is képviseltették magukat. Nagyon fontosnak tartjuk a munkahelyteremtő lehetőségeket, és igyekszünk minden ilyet le ki is használni. Mint látható, minden szervezet képviselteti magát, és ezek a programok nagyon fontosak. A 2021-ig tartó programra 2,5 milliárdos keret áll rendelkezésre. Ez idő alatt 2000 megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű személyt szeretnének eljuttatni a munkavilágába. A megyei önkormányzat által végzett felmérésből pedig kiderült, hogy lenne igény a megfelelő munkaerőre. A mezőgazdaságban, a gépiparban, az autógyártásban is hiányoznak szakemberek, de ugyanígy kevés a szobafestőmázoló, a varrónő és a mesterember. A hétvégén a postaládákba kerül a friss bácskai napló. Az önkormányzati lap nagy terjedelemben foglalkozik a Bácska kincse rendezvénnyel, ahol színes programok várták a kilátogatókat. Egy nappal korábban pedig az Előzd meg a jövőd, illetve az autómentes nap vonzott sok embert a szigetbe, erről is olvashatnak egy részletes tudósítást. A Bajai Televízió által feldolgozott több téma mellett helyet kapott a labban az MNAMK hamarosan felépülő új épülete, ahol az általános iskolások lelhetnek új otthonra. A szeptember végi testületi ülésen történtekről is tájékoztatást kaphatnak az olvasók, mint ahogyan az október 2-ai népszavazás is szerepel a hasábokon. Hosszú interjút közöl a lap Hajdók Róberttel, a Szent László AMK új igazgatójával, aki terveiről, feladatairól beszél. A sportrovatban részletes beszámolót kapnak az olimpikonok parlamenti fogadásáról, valamint olvashatnak labdarúgásról, kézilabdáról, ökölvívásról és autóversenyről is. Keressék a lapot a postaládájukban, vagy a Bácskai Kultúrpalotában. Az elmúlt egy hónapban összesen 9 ember halt meg közlekedési balesetben Bács-Kiskun megyében. Az esőzések, a mezőgazdasági gépek által az útra felhordott sár, a rosszabb látási viszonyok mind-mind az esetleges baleseti források között szerepelnek, pedig a legtöbb tragédia elkerülhető lenne. Ezek a képek ugyan korábban készültek, de hasonlóakat lehetett volna készíteni a megyében az elmúlt hetekben szinte nap mint nap. Bács-Kiskunban szeptember 1-e óta 22 közúti balesethez riasztották a rendőrséget, ebből 9 sajnos tragédiával végződött. Fekete hetek állnak a rendőrség mögött, ami a statisztikákat illeti, mondta Kedovics Zoltán rendőrfőtörzs zászlós. Pedig az autó téliesítésével és fokozott figyelemmel, valamint a kreszt betartásával ez a szám akár nulla is lehetne. Ajánlott a nagyobb követési távolság betartása, hiszen ezzel a balesetek bekövetkezésének kockázatát csökkentjük, valamint hogyha valami probléma van, esetleg valamilyen veszélyhelyzet, akkor van időnk arra reagálni, és tudjuk korrigálni ezeket a dolgokat. Az őszi időben ezek a lehulló falevelek is okozhatnak meglepetést, hiszen aluluk nehezebben szárad föl az út, és könnyebben megcsúszik a jármű. A biciklivel közlekedők pedig fokozottan figyeljenek arra, hogy jól láthatóak legyenek, működjön a világításuk, és akár a láthatósági mellényt is viselhetik, nem csak lakott területen kívül, tette hozzá Kedovics Zoltán. Az autósok között vannak, akik már most felkészítik a járművüket az őszi-téli időszakra. Sokkal óvatosabban kell közlekedni. Itt ugye rájátszik az is, hogy rengeteg falevél van ilyenkor az úton, amin nagyon könnyen megcsúszik az autó, és tehát meg a víztócsák, ami visszafogja a kereket, tehát bármikor történhet ilyen baleset, és tehát én készülök arra, hogy a téli gumikat föl fogom tetetni. Minden évben én felrakatom, tavaszig rajta vannak. Figyelembe kell tehát venni a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokat. Az autót érdemes még indulás előtt átvizsgálni, megtisztítani a lámpabúrákat, amelyek ilyenkor gyakran sárosak lehetnek, és kívül belül le kell takarítani a szélvédőket is. Ebben az időszakban még fontosabbá válik az ablaktörlő lapát használata, így azon is érdemes szükség esetén gumit cserélni, az ablakmosó folyadékot pedig feltölteni, vagy télire cserélni.
Híradónk végén sportpercek Putnik Tamás a stúdióban. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! A kosarasok pénteken, a labdarúgók vasárnap szerepelnek bajnoki mérkőzésen. A kettő között a cselgáncsozóinkra is vár feladat, de a férfi kézilabdázóink is bajnoki pontokért küzdenek majd a hét utolsó napján. Megszokott hétvégi előzetesünk következik. Szeptemberben már megszokhattuk, hogy a város felnőtt kosárlabda csapatai pénteken lépnek pályára. A mostani hétvége sem kivétel ez alól, a bajai NKK női együttese bajnoki mérkőzésen Nagykanizsán szerepel, míg a Bácska férfi gárdája kupa mérkőzést vív a pécsi Peac otthonában. Szombaton legjobb cselgáncsozóink a felnőtt magyar bajnokságon bizonyíthatnak Kecskeméten, míg vasárnap a BLS megyei első osztályú labdarúgó csapata Kalocsára utazik. Evanics Zoltán együttese az elmúlt 4 fordulót hibátlanul teljesítette, a miénk célja a sorozat folytatása lenne. Kalocsán mindig minden ellenfél megszenved, függetlenül a tabella állásától. Mi most lendületben vagyunk, ezért csak a győzelmet tartanám elfogadhatónak, illetve tartom elfogadhatónak. Jó formában van a csapat, Evanics Zoli kellemes gondokkal küzdik, most végre létszámban is megvagyunk. Így a legjobb összeállításban tudunk pályára lépni. A megyei másodosztályban érdekelt Baja Szent István szintén nehéz feladat előtt áll, hiszen Szólik Gábor sereghajtó együttese vasárnap 15 órától a listavezető Sükösd gárdáját látja vendégül a csatornaparton. A bajai KSE NB2-es férfi kézilabda csapat a hazai környezetben próbálja megszerezni első pontjait a szezonban. Mészárosék vasárnap 15 órától a Kalocsa gárdáját látják vendégül a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. A sportpercek végén köszönöm egész heti figyelmüket, további kellemes estét kívánok, jó hétvégét, viszontlátásra! Most pedig lássuk, miről szóltak főbb híreink. Városi megemlékezés. Színvonalas műsorral, ünnepi beszédekkel, énekkel, verssel tisztelettek Baján az aradi vértanúk emléke előtt. A fiatalokat támogatják. Már lehet jelentkezni az idei Bursa Hungarika pályázatra. November 7-éig adhatják be papírjaikat a diákok. Balesetek, tragédiák. Rosszul indult az Őzbács-Kiskun megyében, egymást érték a súlyos karambolok az utakon. Kedves nézőink, heti utolsó híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, friss összeállítással hétfőn este 6 órakor jelentkezünk ismét, a hétvégén pedig Visszapillantó című összeállításunkat láthatják. Nem sokára időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk, én a kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton a hajnalban képződő köd, illetve alacsony szintű felhőzet délelőtt fokozatosan feloszlik, és a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél az ország középső területein időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 15 fok között várható.